drámai fotót tettek közzé a péntek délutáni vonatbalesetről. Vásárosnaményból Tibor szállásra 16 óra 25 perckor elindult egy személyvonat, Nagydobos és Ópály között pedig az oldalának ütközött egy gépjármű. A fénysorompó jól működött, pirosan villogott a balesetkor. Nem megerősített információk szerint a sofőr rosszul lett, ezért vesztett el uralmát a jármű fölött. Az ütközés következtében a vonat kisiklott, nem sérültek meg az utasok, de jelentős kár keletkezett a vasúti pályába, illetve a járműben is, ennek összesen a nagyságrendje jelenlegi becslések alapján 40 millió forint lehet. A kisiklott szerelvényt hidraulikus emelővel visszaemelték, még szombaton a vasúti pályára megvizsgálták, és alkalmas volt arra, hogy 10 km per órás sebességgel visszavontassák egy mozdony segítségével Vásárosnemény állomásra. Az autóban utazó két személy egyikét feszítő vágó segítségével szabadították ki a katasztrófavédelem szakemberei. Az autó sofőrje könnyű, az utasa súlyos sérüléseket szenvedett, őt a debreceni mentőhelikopter szállított a kórházba. A helyszínelés és a műszaki mentés éjszakáig tartott. Ezen a pályaszakaszon, tehát Vásárosnemény és Máté Szalka között jelenleg egészen augusztus 13-áig nem lesz lehetséges a vonatközlekedés, mert bár a pálya helyreállítását azt hamarabb megteszik a munkatársak, a szakemberek, de egy előre tervezett karbantartás is zajlik most, amit már a tavalyi évben pont erre az időszakra terveztek be. Ebben az időszakban vonatpótló buszokkal lehet utazni. A MÁV szóvivője kiemelte, a mozdonyvezető minden tekintetben az utasításoknak megfelelően végezte a munkáját.